nem éppen ideális körülmények között lépett pályára a 11. fordulóban a János Somorja Lipót vendégeként a megyei első osztályú bajnokságban. Mindössze 3 fok volt a pályán és annak környékén, és erős szél is zavarta a csapatokat. Ez rányomta a bélyegét az egész találkozóra. Tavaly mindkét mérkőzésen döntetlen volt a végeredmény, Lipóton 2-2, otthon 1-1. Szinte borítékolható volt, hogy pontosztoskodás lesz ennek a mérkőzésnek is a vége. Annak ellenére, hogy a János Somorja a negyedik, a Lipót pedig mindössze 12. helyről várta ezt a találkozót. A hazaiak kezdenek aktívabban, rögtön egy szöglet az elején, a 6. percben Mészáros azonban elmérte a távot, Pokoli szembeszélben kellett elvégeznie, mint ahogy Sütörinek is a 7. percben, itt már Bálinak kell közbeavatkozni, hogy ne alakuljon ki nagyobb gólhelyzet. Oldal irányból érkezett a szél a pályára, ez rendszeresen zavarta a beadást elvégző játékosokat. Labdavesztés saját térfélen, Sütöri indulhat meg középen, nem váltunk ki rá, el is vállalja. Bárinak nem okoz problémát. Műfűvel rendezték a találkozót, de nem csúszott meg a labda, nem zavarta a kapust. 21 percet kell várni az első János Somorjai ellentámadásra. Szalka kapja Sebőktől, lő. Simon még Újhegyjel bele tud kapni. Így nem akad be a hosszúba a labda. Akár az első helyzetünkből gólt szerezhettünk volna a találkozón. Igaz, hogy erre 21 percet kellett várni. Hárman Szalka környékén mégis el tudja lőni. Itt látszik, hogy Simon még bele tud piszkálni. Nem sok kellett volna a János Somorjai gólhoz. 28. perc, megint jönnek a hazaiak, labdabirtoklásban sokkal jobbak voltak az első fél időben. Passzolgathatnak is a 16-osunk környékén, csak követjük a labdát messziről, Tóth. Nem volt ez annyira kemény lövés, Bári mégis kiejtette, szöglet lett a dologból, de abból már nem lett helyzet. 29. perc, megint egy beívelés oldalról, Kis. Van egy csúsztatott fejes is, Bella állítgatás nélkül egyből lő. Szükség volt most Bári Dávidra, góltól mentette meg a csapatot, aztán jól lép ki a kapuból. Egyre inkább érik a lipóti vezető gól, de álljuk a sarat. 40. perc, Winter távoli lövése, megpattan egy védőn, kis hiány becsapja Simont, maga mögé tud még nyúlni a kapus, nincs szerencsénk. A kicsit jobban irányt változtat a labda, akár vezethetnénk 1-0-ra. Még ugyanebben a percben járunk. Winter mellé fejel a labdának, pedig tisztázhatna. Bella könnyedén kipasszolja a védőket, Sütöri pedig némileg kiszorított helyzetből kilövi a hosszú alsót, Bári tehetetlen. Megérdemelten vezet 1-0-ra 41 perc elteltével a hazai csapat. Több volt a helyzetük, többet is birtokolták a labdát, de kellett hozzá egy kapitális egyéni hiba is. Itt látszik, hogy Winter mellé fejel. Bella nagyon szépen teszi ki oldalra. Sütöri pedig ebből a szögből is magabiztosan értékesíti a helyzetet. Nagyon nagy erővel, nagyon pontosan lövi. Bári nem tudott úgy beleérni, mint Simon korábban az ellenfél kapujánál. Második félidő, 52. perc, egy beadás, és kis hiány egyenlítünk. Kis érkezett középen, aztán a sípcsontjáról felperdül a labda, Simon csak nézte. Nem sokon múlt, hogy öngóllal ne legyen 1-1 a találkozó állása, nem volt szerencsénk. 62. perc, próbálja átvenni az irányítást a János Somorja, Szalka passzával cseri mehet, miután Sebők átlépte. Simon azonban a helyén van, és bár középre üti ki, nem tudjuk megszerezni a kipattanót. Ebből sincs komolyabb János Somorjai helyzet. Minket támogatott a szél a második félidőben, de nem tudunk előnyt kovácsolni ebből. Egy beadás Mészárostól, Bári mellé nyúl. Mindez a 74. perc eseménye. Szerencsénk, hogy a hosszún nem érkezett senki. Elég ingatagnak tűnik helyenként a János Somorjai védelem a találkozón. Ezt egyelőre csak egyszer értékesítette az ellenfél. Aztán egy labdavesztés után egy gyors kontra Gollovicer, aki csereként állt be. Elhúzza Bári mellett is, és begurítja a kapuba a második lipóti gólt. Klasszikus kontra, általában ilyeneket szoktunk lőni különböző ellenfelek ellen. Hát most a saját fegyverével kezdik legyőzni a János Somorját. Ez már tetemesebb előnynek mondható. Nincs les, látszik, hogy Gollovicer saját térféről indul, állva hagyja a védőket. Nagyon gyors, Bári mellett is nyugodtan el tudja húzni. És épp elég erővel pöccinti ahhoz a labdát, hogy ne érje utol a két védő, aki visszazár. 2-0 oda. 88. perc, alig volt már hátra valami a mérkőzésből. Megint egy labdavesztés, ebből nagyon sok volt, főleg a második fél időben. Endrődi megy el, benéz középre, jól játsza meg, Sütörit, a környékén nincs védő, és biztos lábbal értékesíti ezt a helyzetet, és az ellenfél ötöse. A mérkőzésen a második a bajnokságban 4. gólját szerzi már Sütöri Péter, megadva ezzel a kegyelemdöfést a János Somorjának a mai találkozón. Endrődi labdája pontos, a védők mögül érkezik Sütöri, Pető ragad be egy kicsit. Sokkal gyorsabbak, és jönnek előre a lipóti játékosok. Ez a kicsit hosszabb labda átvétel is belefér, aztán könyörtelenül Bári kezei között és feje fölött a hálóban a 3. lipóti gól.
nyomasztó hazai fölény, ez gólokban is megmutatkozik a találkozón. Ezek már a hosszabbítás pillanatai, megint Endrődi egybeadásából már gól lett. Most is jön a labda középre, van egy fejes is, ez Bári ölében elhal, kicsit elszórakozza már itt a játékot a Lipót. Cseri lövése még belefért, Simonnak kellett védenie. Nagyon kevés volt a János Somorjai helyzet, azokat sem tudtuk gólra váltani. 1-0 után pedig kontrákból magabiztosan behúzza a mérkőzést a Lipót, és ilyen arányban is megérdemelten nyer, 3-0-ás hazai győzelem. Ezzel a hazaiak 12-ről a 10. helyre lépnek előre, a miénk a 4-ről az 5-re csúsznak vissza a tabellán. Javítani jövő héten vasárnap 14 órától hazai pályán lehet majd a Koroncó ellen. Ugye nagy szépen kezdődött ez a mérkőzés. Lényeges volt, hogy mi tudtunk az első fél időben dominálni a szél által. Végül is aztán a fél idő közepén egy jól végült támadásban és egy jól eltalált lövése azért megszereztük a vezetést, amelyet a szünetig úgy megtartottunk. A szünetben beszéltük azt, hogy ha János Somorjának úgymond a középső játékát, illetve tudjuk, hogy gyorsan kontráznak, azokat féken tudjuk tartani, akkor eredményesek lehetünk, mivel előbb-utóbb kénytelenek lesznek feljebb tolni a saját védekezésüket, nekünk gyors embereink vannak, gyorsan tudunk kontrázni. Két kontrát gyönyörűen végigvittünk, szinte 100%-os helyzet kihasználásra sikerült a mérkőzést végigvinnünk. Szerintem teljesen megérdemelten nyertük meg 3-0 ezt a mérkőzést. Az első fél időben, amit megbeszéltünk, egy fél óráig tudtuk azt a játékot tartani, óriási szembeszéllel játszottunk, úgy érzem, hogy stabilan tartottuk magunkat. Egyéni hiba megpecsételte a fél időben a sorsunkat, kaptunk belőle egy gólt. A második fél időben szél támogatott minket, megpróbáltunk mindent annak érdekében, hogy gólokat tudjunk rúgni. Hát az ellenfél pedig két ragyogó kontrából megbüntetett minket, megérdemelt Lipóti siker.